Ők mindenkinek folytatjuk a The Great East Indian Chronicles-t. Az első per első rész szinte. Katonapja a potit utoljára. Most visszatér. Mert itt rossz a levegő. Ő is mindig érzi. De egy nyomás. A titkot is akarja, hogy ne lepesszem meg. Azt akarja, hogy vigye meg a hipotézis. Jó is, hogy az NBT-ből mindenki van. Nem tud maradni. Még mindig diszpálni kell maradni. Ez az agyak örmünkodni. Amit te persze kihassd akar, de te kilopottam. Ne szerencsét kívánok. Sajnos az hipotézis, amit említ, az gyakorlatilag lehetetlen. Biztos abban, hogy hülyeség, amit az a nyúl mond. Thank you.
elvárja azt, hogy kételkedjük a nyúlagyó hipotézisében. De van más is. Iris nem tud segíteni. És de meglepetést tervezette. De azt mondta, csak később derül ki, mi az. Úgyhogy Hellbrain nem tudom, hívják nyúlagyónak. De most már kezdődik a per. Szóval ezután egyedül kell boldogulnom. Szíszen. Október 23, 9 óra 10 perc, Old Bailey, bíróltál, tárgyoltál. Na, Ramsky Naudo kontra Barak Van Ziggs. A vád készen áll, a védelem és készen áll. Ezúttal már Suzy sem segíthet. Igen, látszott az Odi Asman. De ennek is voltam. De Odi Asman tennem bőrös nyilvátották. Mert az őt meg tudta győzni arról, hogy igazol. De ki nap az eltök aztán is utolja. Isten meg tornát. De most a nyúlagyunk vágyolják. Ez most új sűrű lesz, mind a hat. Kalapos. Különleges hajú. Mágus. A kémikus. A kukoricaropoktató. És a zsaru. A gelegé pára. A nagy kiváltáson történt a tragédia. A kísérlet kudarcba fulladt. Thank you.
Hát kívülség akkor azon a magas feszültségű kinézése. Az áldozat ki volt lőve, azzal a találmánnyal, de halott lett. Igen, is kételkedik a hipotézisben. Igen, teljes mértékben. Ez szerint is el van, hiba van volt. De viszont közik azt is, hogy ez sikeres volt az a kis valamelyik. A hipotézis a századok helyetébe került. De mondják azt, hogy ez nem baj. Inkább gyilkos. Ez a nyúl a gyújtsal, detektív. Tobias Gregson. Zaru. És a nyúl a gyújt vágott. De Németországban kutatás végzik. Egy hihetetlen hipotézis komoly bizonyítani, ami közben lett igaz. Kutatócsoport észrevette, hogy ott volt a kristálytoronyban. És ott van azok a kristályok, a bizonyítékok rá. Vannak kételkedések sajnos. De adódhatott valami hiba. Azt gondolják, hogy valami elkívánszulás történik. Viszont nem tudták kideríteni, hogy egyáltalán, de hogy ez így van.
Jó, van elszem. Igen. Még mindig egy téten vagyok gyilkos. Most el kell látni utam. Első van már. El volt törve a nyak. Szerintem hibát követettem. Érvő is láttam. Hát ezt már jobban el kell osznom, mert te... Nem volt egy idő, mert lefordítom. Szóval a... Szívébe volt olyan szúrva. Szóval meg volt ölve. Egy kalikában volt, ki volt lőve. És ide került. De te nem úgy sírt el, hogy kellett volna. Vagyis állítólag ott kellett volna lennie, de... De helyette... Sokkal feje volt kilőve. És így végezte. A rici teleportás helyett magasabbra került a kilövése. És fejre esett. De sem mondja, hogy baleset, mert ezt nem fogja kimenteni. Mert le volt szúrva. Szóval a leszúrás miatt a boncolás jelent is azt mondja, hogy le volt, nem csak felesett, de le volt szúrva talán előtte. Úgyhogy nem biztos, hogy a géppel volt a baj. Lehet, hogy már igazán megtörtént. De hogy hogyan? Jöttök ehhez kérdés. Ez csak mindig hiányzott. El volt törve a nyakkal. Szerintem tévedés történt. És sérülés is volt a boncolás jelentés szerint. Valami szóró dolog került belé. Hold it! De még nem tudtunk be. Csak reggel küldték ezt a boncolás jelentést. Ezzel volt leszúrva.
Ez a csavargó. Drone, aki hívja a csavarhúzót. Egy vérnyom található benne. Ez még nem minden. Csak most döbben rá, hogy tényleg benne van a százott vér. Így ez be is kerül a bizonyítékba. De lehet, hogy két gyilkosság fegyver van ez. De még mielőtt bármit is tennék, ezt meg kell vizsgálni. Ja, ez volt a fontos. Oké, metasz következő spár, poking through the grill, the greasy, uprising. De még előtte... Hold it! Szóval senki sem távozott a testünk. Nem csak Ubisoft. Valaki más a színpadon az áldozattal tehette. Excuse me! Van információd, ami fontos lenne ebben? Valamit mondanom? Senki más nem tett. De nem szúrhatta le. Hogyha beleszúrta volna, akkor vécsipögés lett volna. De senki nem látta, hogy csöpögött volna, hogyha beleszúrta volna.
Igen, senki nem látta. De... De? Még egy lehetséges válasz adódott. Neki is mondja, kell hozzá valamit. Nekem hát az adja a... Gézzon, akkor már látszik. Lehet, hogy benne volt. Ez benne volt az estében egész végig. Így akkor nem kellett ki, de sajnos. Itt az idő. Objection! Csak hogy láttuk azt a csavarhúzót. A földön volt a masinánál. Tudod, hogy megszegte a dolgot. Valamennyi. Csak azokat a nézze. Igen, az a színpadon volt. De ennek nem szabadott volna ott lennie. De ha benne volt a testében, amikor ki volt lőve, annak nem szabadna a színpadon lennie. Akkor csak szintén ki kellett volna a lőre. Az áldozott testén. És milyen magyarázat el? Tehát a helyszín nem stimmel itt. De itt még ezzel nem vagyunk még biztonságban. Ha vár nem tudja a következetését elmagyarázni, akkor nem tud. Akkor nem tud elmondást. De? Yeah.
nincs következetesség. De sajnos se... Se stödni van elmondás, amit viszont az áldozat ismert be. Úgyhogy... Vagy se a vállalat ismert be. Úgyhogy... Úgyhogy a vállalat rontotta ezzel a helyzeten. Tehát a vállalat véleménye szerint... Itt lehetséges, hogy ott maradjon a színpadon. Van magyarázata is erre. De most a vállalat megint tennék egy valamást. A kinézise nem tud átteleportálni vasat. Hát ez örület. Nem, azt csodálom, hogy nincs könnyű dolga. De mivel a csavar húzó vasból van, van következetlenség. Még így is vállalatnak számít, vagy gyilkosnak. Kinek az oldalán állsz? Senkinek az oldalán. Ő csak a hipotézisét védi. Ami azért ront a helyzeten. Most már nehéz megmondani, hogy kinek az oldalán van. Körbe. Dejtsük ki az egészet. Nézzük egy szakfotót, és... Igen, az látható itt. Mit is jól van erre? Igen, ez benne van a testében. Objection! Csak hogy van egy érdekes ellentmondás. A szemeg, amit hordalt, tartalmaz vasat. Vagy metált. Inkább mondjuk inkább metálnak. Tehát ha igaza volna... Akkor a szemegnek is... Színpadon kellett volna maradnia.
Tehát a hipotézise elmondásos. A hipotézise te el van cseszőzve. Szóval Sean ezt nem tévedett. Tehát az lehetséges, hogy az áldozatom máshogy volt megölve, vagy máshol. Négy zsűri megszólal. Amit nem tud tolerálni, azok a csalók. Szóval a hibot is egy nagy hülyeség. Tiltakozok újra. Objection! Hát neki a nyugodjon, nevet van okkal meg olyan. Hát a hipotézis, hogy sikeres lett volna, akkor a vizsgálom már gazdag lett. Objection! De az biztos, hogy az átszat. Vagyis a kísért sikeresnél bizonyult. És ezért... gyilkosságot csak a vádlott követhette. Hát így is szerint nem vállalhatjuk. De olyan, de mit akar tenni. Van valami több tanuljuk is. Tehát többen is figyelték a kiállítást. Tehát több szemtanul is kellett, hogy legyen. Jó, biztos, hogy van hiba a hipotézisében. De ez hová fog engem vezetni, itt a jó kérdés. Ugye most szünete is következik, ami azt jelenti, hogy már befin is fejszetem. Tehát 20 percre
őszintén tart. Folytatjuk. Egyéb most egy ilyen elég lesz. Ekkor folytatjuk a második résszel az első termék, úgyhogy ennyi volt. Szevasztok!